Mi ez a profin rendszer, és miért mehetsz vele biztosra? Mit gondolsz, miért vásárolnak meg az emberek bármit is? Hát azért, mert kell nekik. Bármit könnyű értékesíteni, ha megtalálod azokat, akiknek az kell. Ami igazán lényeges, hogy mennyire hatékonyan tudunk keresni. Szeretném egy kis történettel bemutatni, hogy ebben mi a marketing szerepe. Képzeld el, hogy meglátogatod egy másik városban élő barátodat. Leültök a nappaliában, ő behoz a konyhából egy tálca süteményt, és ezt mondja. Kóstold meg ezt a sütit, itt szemben vettük a pékségben. Vagy képzeld el ugyanezt a szituációt újra, a barátod behozza a süteményt, de most ezt mondja. Kóstold meg ezt a sütit, ilyet te még nem ettél. Itt a szemben lévő pékségben sütik valami titkos családi recept alapján. Az emberek tisztára meg vannak érte őrülve, és nem lehet kapni, csak ha előre megrendeled, és akkor is csak maximum egy tálcával vehetsz. Na, a kettő közül melyik esetben van nagyobb kedved megkóstolni a süteményt? Hát én a másodikban minden áron enni akarnék belőle, ha csak egy darabkát is. Pedig ugyanaz a helyzet, és ugyanaz a sütemény is. Csak a tálalás volt más. A marketing a tálalás művészete, és a legtöbben, akik nem lesznek sikeresek egy MLM vállalkozásban, a tálalást csinálják rosszul. A jó termékhez és a jó marketing tervhez mi egy jó jelölt keresőrendszert adunk a saját csapatunknak. Mi 2016. augusztusa óta használjuk, és folyamatosan tökéletesítjük. A profin rendszer a legnehezebb részt leveszi a válladról. Felejtsd el azt, hogy az ismerőseidet noszogatod, hogy lépjenek már be. Felejtsd el azt is, hogy néha-néha rád ír valaki a Facebookon, hogy mi is ez a ganodermás kávé. Mi sokkal nagyobbat merítünk. A profin azt tudja, hogy hatékonyan megkeresi az internetező több millió ember közül azokat, akik legalább egy kis érdeklődést mutatnak, utána pedig úgy tálalja nekik ezt az üzletet, teljesen automatikusan, hogy kedvük legyen megkóstolni a süteményt, hogy az előző példánál maradjak. És teszi mindezt úgy, hogy közben téged képvisel, a te imidzsedet építi. Két dolgot nem tudunk automatizálni. Az egyik a végső pont, amikor az új partnereket beregisztrálod, és segíted az elindulásban, de ez jobb is így. Szerintünk nem lenne jó, ha robotok építenének emberekből álló hálózatokat. A másik nem automatizálható pont a kezdés. Amikor a megfelelő módszerrel felhívod az emberek figyelmét erre az üzletre és a termékre. Erre majd mutatunk neked egy piszok jó módszert, azt, ahogy mi is csináljuk. Hidd el, hogy csak annyira nehéz megtanulni, mint kerékpározni vagy késsel villával enni. Tudod, ez pont olyan, mint amikor a mellette pecázó barátod percenként fog egy halat, neked meg semmi nem akar a horgodra. És akkor kölcsön adja neked a botot és a csalit. Ha most nem csapsz le rá, annak az az oka, hogy nem értetted meg a rendszer zsenialitását. Sajnos ez a hátránya megvan, hogy ahhoz, hogy ezt valaki felfogja, egy picit értenie kell ehhez a szakmához. De én a helyedben nem sokáig gondolkoznék, hanem belevágnék. Ha hiszed, ha nem, ebben az üzletben csak az lehet sikeres, akinek a partnerei sikeresek lesznek. Vagyis nem tanácsolunk neked butaságot, hisz magunkkal tolnánk ki. Ha visszamehetnél az időben, vennél Facebook részvényeket? Na ugye. Pedig a kezdetekkor nem biztos, hogy mindenki tudta, hogy ez mekkora üzlet lesz. Keresd meg, és beavatunk a részletekbe. Profin, the Prospect Finder. Ha már csinálod, csináld profin.